A Denso gyártó Magyarország Kft. 26 éve van jelen Székesfehérváron. Széles termékpalettájának és a folyamatos fejlődésnek köszönhetően ma már közel 5000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat vezetősége hisz abban, hogy a szakmai és a személyes fejlődés a távlati célok megvalósításának a kulcsa. A Denso éppen ezért 2014-ben bekapcsolódott a duális képzésbe, hogy a diákok elméleti oktatását gyakorlati tudással egészítsék ki. Ez egy befektetés részünkről a jövő irányában, és tesszük mindazt azért, mert hiszünk abban, hogy egy nagy vállalat akkor tud sikeres lenni, ha gondoskodik az utánpótlásról, gondoskodik a jövőbe befektetett energiákról, és mindez harmóniában a nem csak belül, hanem a városunkkal és az itt élő emberekkel közösen tudjuk eszközölni. Az első tanévben két iskolával közreműködve három szakmában összesen 6 diákkal kezdte el a cég a munkát. Ma már 5 iskolával dolgoznak együtt, és 59 tanulójuk immár munkatársuk is egyben. A város fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú az ipar működése, fogalmazott a városvezető. Ha az ipar növekszik, akkor a város is fejlődni tud, és az itt élő embereknek az egzisztenciális lehetőségei is javulnak, a jövedelmi szint is javulni fog. Azt is tudjuk, hogy azért is nagyon fontos kérdés ez, mert a technológia folyamatosan fejlődik, és ehhez a szakképzett munkaerő tekintetében segítenünk kell. Segíteni kell a cégeket, segíteni kell az iskolákat, a szakképzőcentrum, az egyetemet, adott esetben magukat közvetlenül a fiatalokat. A cég minden évben tanúsítványokat ad át a képzésben végző diákjainak, de a mostani alkalom azért különleges, mert ez a 10. év, hogy ezt a vállalat megteheti. Az ünnepség végén a Denso vezetősége megköszönte a vállalat oktatóinak, valamint a partnerintézményeknek a kiemelkedő munkájukat.